olyan készlet kell, ami megvisel, ami fénygyújt benned minden éjjel. Sziasztok, elérkeztünk egy újabb héthez, nem meglepő módon egy ilyen borongós hétfővel kezdünk, és Zoli összeszedett kapásból egy ilyen furcsa, nagyobb rendelést, 86 féle alkatrészből, 373 darabos, szóval jó sok apróság van benne, és ilyen szinte össze nem illő dolgokból tevődik össze. Például a droid versus clone betűpekből a Poke droidnak a fejének az alsó részéből 12 darab így elmegy, Davis lime színű seprűket, seprűfejeket, a családfából ezeket a fotótartós tájlokat, egy Dune Ornithopter szárnyat, de csak egyet, ilyen jó nagy ívelt briket, néhány minifigura alkatrészt, meg ilyen spinjitsu, vagy mi a fene a ninjagós pörkös dolgoknak a bizonyos alkatrészeit, illetve még ilyen furcsa liftarmokat is bevásárolt. Persze vannak benne matricás alkatrészek, sima alkatrészek, még torzók, lábak, és így a második batchben ilyen dark blue és bright light orange színű alkatrészek vannak. Ez nagy valószínűséggel egy dolognak így a kiegészítése lesz. Így szín szerint ezt lehet mondani, de az első csomagrész az nagyon kis vegyes, nagyon kis furcsa. Ez a csomag Ausztriába fog utazni, 650 darabnyi alkatrészből áll, és egy első ránézésre felcsillanhat a szemünk, hogy hát a Geonosis terapasztal építő, de nem, és nem is UCS virágcserép lesz belőle a színek ellenére, hiszen ott felfedezhetünk egy karácsonyi pulcsis kutyust, és így nekem az ugrott be, hogy ez tökéletes ilyen épület szín tud lenni, ugye ez a médium, nugát, dark orange árnyalat, ilyen téglahatású, visz ilyen töltelékanyagokat, gondolom ez ilyen töltelék belső részhez lesz, rengeteg tájl megy, például itt van 2x2-esből egy szép nagy adagnyi, meg 1x2-es plétből is, de visz aranyszínű bárokat, meg olyan fekete csontvásztorzót, hiszen milyen ház lenne az, amelyikben nincsen a szekrényben minimum egy csontváz. Meg visz ilyen rácsokat, meg dark orange wedge-eket. Zoli kezdve csóválja a fejét azon, amit mondok. Korábban még ezek ez a viccekhez. Sosincs elég korán. Ja igen, és lehetne ilyen számolót elhelyezni abból, vagy hányszor ejtünk el akad részeket. Szinte most már a 10 környékét meghaladtuk. De egyelőre Zoli vezet, művészeti régebb voltam. És messze még az este. Ez a csomag Franciaországba fog utazni, és van benne néhány izgalmasabb, érdekesebb dolog, meg olyanok is, amiket kb. Egy hete raktunk föl, és már is lecsapott rá. Például a piros kis vállapok, azok nemrég lettek feltöltve, és már viszi is. Ebből a birodalmi sapkából jó sok lett, ugye az adventi kalendáriumban is volt, és ez is szimpatikus volt neki, illetve ez a háromszög kalap is elutazott. Aztán a Harry Potteres kardot is nemrég raktuk föl. A gumik ugye a Star Wars-os kis pit droidból vannak, és ezek is ilyen régiségek. Aztán viszi ezeket a sárga arcsokat, amik ilyen kesztlös. Ezek ilyen kesztlősek, nem? Ilyen kesztlős, mert ezek is eléggé... Vagy kalóz, igen, vagy az erődbe volt. De ezek is eléggé drága jószágok. Ami még ilyen szimpatikus benne, ez a nyereg, szép ép az egész, nagyon, nagyon király dolog. Itt van egy olyan kis érdekesebb, ez a modified rácsos plate, hogy a közepén nem lyukas, kifejezetten ez a típus kellett neki. Visz egy vonattetőt is, illetve kettő darab torzót, és ez a hobbitos, ez kifejezetten ritka és értékes. Szóval mindenféle ingyenc dolgokra ráment. Elkészült már a legnagyobb csomag, 120 féle alkatrészből áll, és 1025 darabos, hát nem apróság. Rengeteg brick van benne, különböző méretűek és színűek, még ilyen masonry-ket is visz, reddish brown ilyen téglaelemeket. Aztán mi az, ami még izgalmasabb, dark orange plate-ekre is ráment, 2x4-es, 2x2-esekre, illetve ilyen 6x12-es medium nugat plate-ekre is.
meglepő módon elég sok tájl is bekerült a csomagba. Egyszer egyesek, ezzel nagyon meglepődtem, ez a... Na, ez egy szolid méretű csengetés volt. Egy Neon Yellow 1x2-es, 1x3-asba egy Light Nougat tájl is beugrott a csomagba, és nézzétek, 2x2-esnél ilyen cicás kis printelésű is. Használt rész rátérve, brickekből van egy csomó, visz két bokrot, három fenyőfát, néhány nagy plétet, szóval van benne mindenféle alkatrész, egy eléggé kiadós csomag lett. Úgy néz ki, megint beakadtak a Batman-es figurák, ez a kis csomag Olaszországba fog menni, és visz ugye egy Batman-t, egy Catwoman-t, illetve egy Joker-t, és ugye mind a három a Batman-es képből van, tudjátok, amiből olyan nagy adagot bontottunk. Nagyon, nagyon érdekes, hogy amikor feltöltöttük, vagyis amikor bontás volt, akkor nagyon keveset vásároltak belőle, és most így nagyon random időközönként így egy-egy szinte teljes sorokat megvesznek. Ugye a Harley Quinn hiányzik innen a sorból, de belőle is még van egy csomó, hogy látszik, hogy ő nem annyira népszerű. Bár mondjuk múlt héten biztos vagyok benne, hogy egyet biztos el kellett csomagolni belőle is. Aztán itt van egy újabb minifigurás csomag, ebbe is három figura megy, viszont ezek Star Wars-osak, és az Imperial Star Destroyer-ből viszi a karaktereket, egyfelől egy darab Commander Preggy, illetve kettő darab Imperial Navy Trooper megy, és ezzel a Navy Trooperek megint elfogytak, egészen hihetetlen, hogy azok állandóan elkelnek, miközben a Gunnerök, azok meg szerintem teljes állományúba itt vannak még, meg a Preggy-re is rámennek, az nem annyira meglepő, mert ugye egy népkarakter, de ő is elég szépen elfogyott, viszont tényleg az a Navy Trooper, hogy viszik, hát egészen hihetetlen. No, és kellett nekem megszólalnom, igazán a következő csomag az Franciaországba megy, és látjátok, ez is Star Destroyer figurákból áll, ugyanúgy visz egy Commander Preggy-t, viszont ő visz egy Imperial Crew-ot is, illetve egy nagyon felemlegetett Imperial Gunner-t is, bár ez nem változtatott azon a tényen, hogy még mindig nagyon sok ilyen Gunner figuránk van. Szóval, igen, meglepő módon ez is egy ilyen ISD-s csomag lett. City Preset vagy Kreator, bármelyik lehet egy fenátor, mert másnap az is lehet nagy, ami neked csak egy alaplap, az a téma kell! Elérkeztünk a keddi naphoz, és egyből egy 30 féle alkatrészbe álló 420 darabos csomagot láthattok, ami Hollandiába fog utazni, és az a speckó benne, hogy megítélésem szerint ilyen téli fenyők lesznek belőle, illetve amilyen táj részlet. Egyfelől visz egy csomó ilyen zöld kis bárocskát, ami növényeknek tud az alja lenni például, illetve visz ilyen reddish brown gyertyaelemet is, ami a fatörzse lehet akár, illetve használt be 65 darab ilyen virág tövet, amiből fenyőket szoktak csinálni, ugye így egymásba fordítják, és visz fehéret is belőle újból, ami meg a tetejére ugye a hó tud lenni, és visz ugyancsak fehér páfránylevelet is, ami így lefele fordítva ugyancsak fenyőkön szokott szerepelni. De azért beugrott a csomagba egy szép adag kis virágocska is, visz csempéket, ilyen vízhez használatos transzparens kékekről van szó, ebből 50 darab elmegy, illetve még ilyen kis negyedekből is 30 darab, hogyha jól rémlik. Meg még használatból kettő dark green páfránylevél is beugrott, szóval egy jó kis ilyen építős csomag lett. Elkészült a következő rendelés, ami ugyancsak 30 fél alkatrészbe áll, viszont ez 620 darabos, egészen elképesztő, és nem tudtam elképzelni, hogy mi készül belőle. Egyfelől újból visz 50 darab ilyen modified bricket, ugye aminek az oldalán vannak stadok, ez eléggé elképesztő mennyiség. Aztán visz használatból 33 bright pink 2x4-es bricket, meg elviszi a maradék ilyen használt modified bricket is, aztán 141 darab, azt hiszem, vagy 140 darab 1x2-es piros plét, oké, 1x4-es piros plétek, akkor ilyen kis pici modified plétek fehér színbe,
ilyen dupla maci sajtokba is egy szép számmal megy, illetve 150 darabnyi ilyen 2x2-es piros slope alkatrész, ami például tetőhöz tökéletes tud lenni ilyen színben, tehát ez elképesztően nagy mennyiség, és még zárásképpen 18 darab ilyen technikes, brikkes csatlakozó elem is beleugrott a csomagba. Ez a csomag Csehországba fog utazni, és nagyon kis jópofa dolgok vannak benne, de először a mennyiség, képzeljétek, elvisz 500, azaz 500 darab egyszer egyes fekete kockát. Tehát egészen elképesztő, ez a 150 darab egyszer kettes fekete plétát, tehát ez nagyon hihetetlen mennyiség. És ugye visszakanyarodva az alkatrészekre, meg a figurákra, visz ilyen fabulandos figurákat, ezek továbbra is nagyon-nagyon-nagyon extra aranyosak. Van ilyen bárány, meg egér. Aztán érdekes módon visz ilyen Legolandes football action, nem tudom, amilyen német Legolandes valamit. Ez amúgy meglepően értékes kis kocka, majd 4 darabot. És akkor visz fabulandos repülő alvázat, meg repülő motort, ajtót, meg keretes ajtót, meg ilyen ablakot, amin ilyen nagyon helyes kis virágos matricák is vannak. Aztán beugrott még a kosárba egy pecabot is, csomó-csomó ilyen kis háztartási gép, mármint nem csak gép, hogy lehet ezt mondani, 3 darab porszívó, meg 2 darab telefon, meg egy fűnyíró, és akkor még ilyen, de ügyetlen vagyok. És akkor még van egy fényképezőgép is, illetve egy olajos kanna, meg ilyen kis tolikocsi, meg ilyen printelt fabulandos csempék is, például ilyen kis boríték a bélyeggel, meg a körhinta alapja. Szóval egészen korrekt csomag lett. Elkészült 2 újabb csomag, ezek már ilyen minifigurás ingyenségek. Ez egy belföldi, de van az L3GO Astromech Droid, illetve a UCSL Barge-ból 2 gangster figura, a Kithaba, illetve a Vizam. És ezzel szerintem a Vizam el is fogyott, mert Kithabával van egy darab, illetve visz fegyvereket is hozzá. A másik csomag az Ausztriába megy, és ez egy eléggé vegyes válogatás. Van benne egy Colcastis, ott bujkál, illetve egy Sogerrera, szóval itt 2 darab 25 évfordulós figurát is visz, de megy a Sailbarge-ból R2, illetve a Peridiából Ahsoka, Ezra, illetve Morgan Elsbeth is. Képzeljétek el, van egy újabb csomagunk Hollandiába, és ez a 3 alkatrész most nem érdekes, ellenben ezek mind az Eldás készletből vannak. Ugye van ez a 303-as táj, ami az a koponya, és ami a legérdekesebb, ezek a kis levél szereplők, vagy nem is tudom mik ezek. Na itt ezeket nagyon kutatni kellett, alig találtuk meg őket, az a zöld, az nagyon elbújt, és nagyon trükkösek voltak. Illetve még ezt a Darton makaroni tájt is elviszi a készletből. Ugye sejtetitek, hogy ezek elég értékes apróságok, és nem túl sűrűek még. No, sziasztok, elérkeztünk a szerdai naphoz, megint van jó pár rendelés, jó pár csomag készül, itt egy Finnországba készülődő csomagot láthattok, van benne egy Indiana Jones-os ilyen csupaszány repcsi összerakási, meg néhány Star Wars-os dolog, matricák, meg Darth Ray is. Szóval itt van egy másik csomag, ebben visznek ilyen birodalmi, vagy imperiál torzókat. Ezeket is nemrég raktuk fel, jó kis színes kockákat. Szóval itt van egy újabb csomag, ez nagyon érdekes, fekete-fehér alkatrészek. Ez mondjuk eléggé szép mennyiség ebből a slope-ból. Ez nagyon becsületre méltó. Illetve itt van még egy negyedik csomag is, ami, ahogy látom, eléggé vegyes, ilyen régebbi dolgokból áll. Úgyhogy jól gondolom, ez light grey, meg brown árnyalat, tehát ez is brown. Ez egy ilyen régebbi dolognak az építés vagy kiegészítése lehet. A kalósza jó alkatrészeinek sincs egy perc nyugta, már is elkeltek. Ugye viszi a két első szekciót, illetve a két hajótörzs részt is, illetve a kötélzetből is mind a 4 ilyen nagy fekete elemet
megvásárolták, és még egyéb érdekesség, ha nem makognék össze-vissza, mint egy ilyen kalózokhoz illő majom. Szóval vannak magánt a halak benne, ilyen kis rákocska, kettő ló, ilyen kovács műhelyben volt például, az nagyon jól néz ki, tök szép így a fejprintelés, és akkor a kedvenc sárkányos minifigúránknak a szárnya is utazik. Még egy ló, illetve egy ilyen küzdősportos, nem tudom, judós, nem tudom, amilyen gyűjtető minifigura. Szóval ez itt egy csomag. Elkészült három újabb rendelés, abból van kettő kisebb, és igazából a harmadik is kisebb, csak az másképpen. Szóval itt van egy olyan, amiben Jedi Bob megy, egy Phase 1-es klón, illetve két ilyen szuperhős, az a Firefly, meg a Hawkeye, néhány kis apró alkatrész. Aztán a másik csomagban van egy R2D2, meg a D.O. Droid, hol van? Itt van. Illetve még egy Porg is beleugrott. Már lassan egy éve itt pihen nálunk, hiszen a tavalyi karácsonyi Star Wars-os készletből lett kibányászva. Ugye Mikulás sapka is, még illetve egy Ambushon Ferrix matrica ív. És akkor a másik kicsi, de nagy rendelés, az pedig Amerikába fog menni, és ilyen bright green alkatrészekből áll. Visz 120 darab, 2x2-es kockát, 2x3-osokat, 70, nem tudom hány darab, 79 talán, 4x4-es plétet, 29 használt, hát ugyanabból két minifiget, illetve még használatból is elviszi a 2x3-os brikkeket, plusz árnyalatból, szóval ez egy eléggé komoly csomag lesz, és itt már csak azzal kell megküzdeni, hogy beleférjen a fél kilós csomagba, mivel ez 443 grammos az alkatrész tömeg. És már az utolsó két rendelés, mind a kettő minifigurákból érdekes módon, ez csak rólmosztagosokból, 9 darab ilyen női rólmosztagos és 3 ilyen férfi, hát egészen komoly mennyiség, igazi sereg épül belőle. A másik csomagban pedig csupa-csupa ninjagós minifigurák vannak, és ezek között is vélek olyanokat felfedezni, amiket nemrég raktunk föl, és tök hisz ki, hogy így be is akadtak egyből. Aztán most lehet a rendeléseken kívül végre valami mást is csinálni. No, és akkor befejeztem még a múltkori, nagyon-nagyon múltkori használt minifigurás adagot, ami itt várt a szobában. Igazándiból sikerült jó pár figurát így jónak ítélni, megmenteni. A legizgalmasabb ez a kígyó, ninjagós kígyó ember. Ez tök szép állapotban is van. Meg ez is jó pofa, ez a pizza ember, illetve ez az Unikitty is. Aztán még volt itt az asztalon pár alkatrész, meg olyan minifigura darabok, amik még jók voltak, de a többi része nem. Ez egy ilyen régi matricázott elem, ez jó pofa. Ez ilyen fabulandos kerék, ilyen teherszállító bicikli, meg kerék, mi az repülőgép kerék, illetve vannak köpenyek is, ez ilyen piros, ez egyik fel, a másik fel dark red, ez ugye Star Wars-os Imperial Royal Guard köpeny, akkor van kettő ilyen sima, hagyományos, keményített szövet, ebből kettő fekete, egy ilyen rugalmas, spongy, egy rövid, illetve egy ilyen gallér. Na, még ezeket elpakolom, és akkor már ennyi. Majd holnap folytatjuk. Speed, Disney vagy ninjago, nem depp is vagy, csak kockaragó. A lényeg az, hogy ne tartsd a boszba, minden készleted legyen kibontva. Be is röffent a csütörtök, egy újabb 600 darabos rendelést láthattok, és ez ilyen becses szeretett csomag. Az első batchben van egy trónadmirális, meg egy Coruscant Guard, aztán a másodikben ilyen randomabb dolgok, például egy ágyú, meg egy prégszeparátor. Aztán a harmadik batch az ilyen kis apróság, viszont a negyedik, ez valamilyen nagyon különleges sárga dolog lesz. Zoli azt mondta, hogy UCS méhecske. Én nekem a régi kastély jutott eszembe, de nyilvánvalóan nem ilyen kastélymatériák vannak benne. Ki tudja, mi lesz belőle. Ú, és most ez egy szerethetőbb csengetés volt, mint amit hétfőn kaptunk. Tényleg? Nézzétek, ki van ott. Ott van Kristóf. Csak most Zoli viszi ki neki a cuccot, de látjátok, milyen boldogan várja, hogy átvesse az alkatrészét. Szóval a kockás ember megint vásárolt.
Szóval visszatérve ide a saját business részünkhöz, hát eléggé vegyes. Modified brickek, brickek, plétek, kis slope-ok, tehát rengeteg ilyen 30-40-ből 90 darab az 1x4-esből, de viszont kis technika alkatrészt is, meg invertit slope-okat, meg ilyen wedge-eket. Hát elég érdekes csomag lett, az biztos. Itt van két újabb csomag, ez például egy kisebb, de ebbe az az érdekes, hogy viszi ilyen régi mosolygós fejet, 13-at elviszi az összeset, ez meglepő. Még például ilyen ninjagós pajzsot, meg Nexunite-os lábakat, meg torszót. A másik csomagban ilyen nagy mennyiségek vannak színes kockákból, egészen elképesztő, ilyen 100, meg 200 darabokból áll. 1x2-es, 2x2-es, 2x4-es, nagyon ez 50 darab. Ez viszont hol van? Ez a piros, ez 200. 100 darab fekete plét. Viszi ilyen kis útlapokat is, 4 darabot, illetve minifigurákat. És itt is vegyes az egész, kis rohamosztagos, battle droid, a tojásfejű lázadók, mandó, meg ilyenek, szóval ja, jó kis cucc. Ez egy érdekes kis csomag lett igazándiból, csupa-csupa ilyen apróságot visz, bárokat, növényeket, ugye ilyen lightsaber alkatrészekből elég sok megy, varázspálcákból is meglepő módon, markolatokból is vesz, aztán a növényekből is így beugranak, különböző színűek és típusúak, kis levelek, aztán használt rátérve, itt is van még kettő penge matéria, és utána pedig nagy levelek, még kis levelek, érdekes módon egy ilyen technik fogaskerék, meg három motor kerék is van benne. Ez a csomag Írországba fog utazni, igazán kis apróságokból áll, ez egy lábati torzót, egy fejet, illetve egy hajat, és akkor ebből logikusan gondolom egy minifigura lesz, talán, bár mondjuk furcsa, hogy ilyen narancssárga szakálla van, de a lényeg az a Fortnite-os Miosculus, vagy macskaember, az ügyünk a macskaembernek, hiszen kezdjétek, ezen a héten szembesültünk azzal, hogy a Fortnite boost nem lehet megvenni, egyszerűen kifagyott mindenhonnan. Mindenki elkezdte gondolom karácsonyra megvenni, Legónál is utána rendelni, lehet decemberi szállítással, viszont eladóknál nem nagyon, sőt egyáltalán nincs, talán egy helyen van, max egy helyen, igen, a Alzánál is csak ilyen utánrendelésre, szóval nagyon-nagyon furcsa, és ez mutatja, hogy milyen népszerű készlet lett, és most ezzel egy kicsit majdnem pórul jártunk, hogy fel volt téve egy banánember, és azt megvették, és nem tudtunk készletet venni, de aztán végül sikerült megoldani. Csak necessitu, erre készüljetek fel, hogy ez a Battle Bus, az nagyon népszerű jelenleg. És akkor még itt van egy érdekes csomag, ez Belgiumba fog utazni, és képzeljétek el, megviszi a múltkori régi alkatrészes adagba ezeket a alaplap dobozokat. Hát doboznak nehéz nevezni, ilyen alaplap fedőpapír darabokat. Eléggé drágák, és mind a hármat elviszi, ezen nagyon meglepődtünk. Eléggé furcsa kis választás. És akkor visz néhány ilyen régi fajta alkatrészt, ilyen light grey oxigénpalackot, meg ez például nem olyan régi, ez a hullámvasút, Creator Expertes hullámvasútról ilyen kép, meg egy-két ilyen régebbi alkatrészt is. Mindenesetre tényleg ez egy érdekes csomag. A rendelések befejezése óta a múlt héten kiválogatott, szétcsoportosított új alkatrészeket azonosítottam be. Szám szerint 397 félét néztem végig, és 1668 darabot, szóval elhihetitek, jegyesével átnézve leszámolva be azonosítva, hogy elfáradtam, nem kicsit, hanem nagyon. És ugye ezeket még el is kell pakolni, fel is kell tölteni a helyükre, minden, szóval ezzel még lesz rendesen munka. Most azon filozofálok, hogy neki lássak-e, vagy nem. Nem tudom, mi lesz még, majd meglátjuk. No, végül arra jutottam, hogy feltöltöttem, vagy feltöltök pár tálcányit belőle, és akkor végül fel is töltöttem talán 4 tálcányi dolgot. Igen, 3 tálcányi tile, vagy csempe, és 1 tálcányi ilyen ablakos dolog. És minden az asztalról sikerült fogyasztani a fiókokat. Most van jó pár ilyen kihúzott kisebb, de hát itt ilyen 1-2 darabos újdonságok voltak, nem volt olyan nagy szám ez az egész betöltés.
aztán holnap lehet majd ezzel folytatni. Ugye még jó pár hátra van, a nagyja még hátra van az egész feltöltésnek, tehát ez a holnapi napnak a szórakozása lesz. Már ennyi volt, sziasztok! Olyan készlet kell, ami megvisel, ami fénygyújt benned minden éjjel. Sziasztok, elérkeztünk a pénteki naphoz, már délután van, délelőtt a rendelésekkel foglalkoztunk, összeszedtem jó pár kisebbet, illetve volt néhány, amiből ilyen egy-két adatbázisiba volt, azokat most fogjuk orvosolni, mivel Zoli most jött vissza, vásárolt megint használt legót, mindjárt meg is nézzük, hogy mit, de még közben mutattam, hogy folytattam a tegnapi új alkatrészeknek a feltöltését, és elég jól tudtam haladni, mert csak ez a másfél tálca van hátra. Igazándiból az már nem olyan sok, már látom a alagutat a fény végén, szóval ezzel is lehetett haladni, és akkor a csomagokat most be lehet majd fejezni. És akkor itt van... Nem. Itt van a friss beszerzés, ami, ahogy láthatjátok, ilyen igazi Star Wars színekből állt, le van feketével, sötét szürkével, ja nem. Szóval egy frances csomag, amiben azért vannak jó pár 816-os plétek is. Ott van például egyből kettő minion, akik ilyen jó pofán ott figyelnek. Vannak ilyen értelmezhetetlenabb alkatrészek, az a göb, meg az a másik göb. Igazándiból jó kis színes csomag, már néhányszor bontottunk ilyen nagyobb frances pakkot, és összességében voltak benne jó alkatrészek, amiket így elhordtak az idők folyamán. Hoppá! De ugye kettő csomag van, van egy másik. Amiben ilyen belvilles. Amiben belvilles dolgok vannak. Jaj, de baba. De cuki, jelen. Kicsit se szkeri. Úgyhogy ezeket már később átnézzük, ezekben nagyjából egy ilyen 20 éves dolgok vannak, tökvegyes mindenféle dolgok, és ebben azért lehetnek érdekes dolgok. Érdekes színek. Ó. Érdekes formák. Medium orange, vagy nem is tudom. Meg az valami very light. Nem tudom, de az nem szürke, hanem ilyen violet, ilyen nagyon világos violet árnyalat. Itt van, tessék. Ah, itt van. Jobban látszik. A very light, ez itt van egy szürke viszonyításként, ami egy kicsit mocskos, csukor, sőt, retkes, de igen, az meg medium lime árnyalat. Elvileg ez is Lego, ez egy szőnyeg, ha jól sejtem, majd később ellenőrizzük, hogy tényleg az-e. De komoly, micsoda, micsoda érdekességek. Ó, ott van egy Alex is, meg ott egy bárány. Van benne Batman is, úgyhogy fiús dolgok is vannak. Szevasz Batman, mi a neved? Hány fogad van, de... Meg még hoztál duplót is. Meg van egy kis dupló is, lepattanó. Lepattanó. Kell, hideg van az előszobában, nem megyek félbe. Gyertatok. No, és így napzárásként, hogy visszajött a mérleg, meg lehetett csinálni ezt az óriási belga csomagot, azt hiszem belga. 35 féle alkatrészből, viszont 1768 darabos, és vicces, hogy múlt hét pénteket is úgy zártuk, hogy egy ilyen óriási nagy csomagot csináltunk, ez kb. Fele akkora, az 3000 fölötti volt, ez meg 1700 darabos idézőjelesen csak, és nagy rész kockákból áll, visz újakat, használtakat, újakból, meg így az összesből a sötétkék a kedvence, valami sötétkék dolgot építhet, egyszer egyes, egyszer hármasok, kétszer hatosok, meg mellé rengeteg zöld is megy, az is még ilyen átívelő, és utána nézzétek használatban mennyi egyszer egyes, még 90 darab sárga, aztán rengeteg sötétkék, még vissza azért technik brikket is, egy 100-os brikkeket, egyszer kettes, ez 130 valamennyi, és akkor a nagy mennyiséges dolgok közül ezek az újak, ezek a használtak, és ez a legfigyelemre méltóbb része, ez 430 darab 2x4-es zöld kocka, így a kettő zacskóba. Ezzel le is nullázta a zöld kocka állományunkat, és még itt van egy csomag, ebben pedig az a különleges, hogy ráment a monolizás dolgokra, ilyen médium tanárnyalatú plétek, szlópok, tájlok láthatóak benne, meg wedge-ek is, meg még egy Indiana Jones-os figura is.
Hát egészen hihetetlen, hogy végre valaki rákapott ezekre az árnyalatokra is. Ezt már csak el kell csomagolni, és akkor vége is a mai napnak. És ezzel le is zárom a hetet. Ez egy nagyon csomagolós, nagyon rendelésezős hét volt, de hát ilyen az ősz, ilyen a koratél, jön a karácsony, mindenki veszi a legót, szóval nincs ebben nagy meglepetés. Azért remélem, hogy tetszett nektek ez a tartalom, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! City, Pixels vagy Kreator, bármelyik lehet egy fenátor, mert másnak az is lehet nagy, ami neked csak egy alaplap. Az a téma kell, ami feltűzel, ami álmodban is átölel, olyan készlet. Ha ránézel, a szíved mindig félrevel. Speed, Disney vagy Ninja Go.